Pusztevnyiben 3 évvel ezelőtt egy tavaszi éjszakán csaptak fel a lángok. Leégett az egyik legnagyobb építészeti kincsnek számító Libusin nyaraló, Dusan Jurkovics szlovák építész csodálatos alkotása is. Telefonon értesítettek, hogy ég vagy talán kigyulladt a Libusin is. Azonnal odaindultam. Útközben még gyűjtöttem az információkat, de minél közelebb értem, annál rosszabb híreket kaptam. Mire odaértem, már minden hatalmas lángokban állt. Borzasztó, szörnyű érzés volt, szörnyű. Hrozný pocit, hrozný pocit. A Szabadtéri Múzeum, a második legöregebb csehországi skanzen már hosszú évek óta gondozza a Pusztevnyiben található Jurkovics épületeket. Lent Rozsnyovban pedig már több mint 90 esztendeje próbálják megőrizni ennek a különleges népi kultúrának az épített örökségét. Ez alatt az idő alatt 3 összefüggő területet hoztak létre, tele eredeti vagy rekonstruált népi építészeti emlékkel. Úgy döntöttünk, hogy mindenképpen bele kell kezdenünk. Kétségtelen, hogy Libusint felújítjuk, és ezt már akkor tudtam, amikor leégett. Találkoztunk páran, és az első rémület és veszteségérzés hatása alatt meg is egyeztünk a teendőkről. Azonnal arra gondoltunk, hogy helyre kell hozni. Libusin kouzelná stavba v kouzelném místě. A Libusin egy csodálatos helyen lévő, varázslatos, megismételhetetlen és kivételes atmoszférában rendelkező építmény. Szó sem volt róla, hogy más épület kerülhetne a helyére. Kezdettől azt mondtuk, hogy Libusin eredeti állapotában kell ismét létrehoznunk. Jurkovics a bécsi szecesszió, a szlovákiai és a morvaországi népi építészet faházai, valamint az angol családi kúriák hangulatának elegyéből alkotta meg saját világát. Éppen a Libusinnel, melyet a Radhoszty hegyvidéki turista egylet megrendelésére készített, vette kezdetét Jurkovics karrierje, és alakult ki összetéveszthetetlen sajátos stílusa. Amikor 1899. augusztusában, nem egészen 2 év építkezés után Pusztevnyiben átadták a két házat, az építész még alig töltötte be a 30. életévét. A Libusin díszítésében részt vett Mikolás Aless, cseh nemzeti festőművész is. Ő díszítette a művészi szempontból legértékesebb és a tűz által legjobban érintett ebédlőt. Ennek a résznek az asztalos munkáit lent a völgyben végeztük, mert ott jobbak a klimatikus viszonyok. Februárban kezdtük a munkát. A bisztricskai baráti fűrészüzem csarnokában készült, oda hordtuk a tavaly novemberben kivágott fát. Különböző fejszékkel alakítottuk ki a sok-sok gerendát. Az alapra felépítettük, megcsináltuk a sarkakat, a tetőt, és utána már csak fel kellett vinni az eredeti helyére és összerakni. Közvetlenül a legendás cseh fejedelemasszonyról elnevezett Libusin mellett áll egy ugyanabban a stílusban épült turista menedékház, a Mamenka, amely ma szállodaként működik. Szerencsére a Mamenkának nem esett bántódása, ám a tűz martalékává vált Libusinból is sikerült megmenteni pár eredeti darabot. Egy pár bútoron kívül megmaradt egy kis ablak is, és a műemlékvédelem szakemberei döntik majd el, hogy visszahelyezzük-e, vagy pedig kerüljön valamilyen gyűjteménybe. A Libusin újjáépítésének kivitelezője egy olyan cég, amely már sok-sok műemléket állított helyre. Kastélyokat, templomokat, várakat, például a prágait is. A finanszírozás részben adakozásokból, gyűjtésből, másrészt pedig a biztosítási összegből, valamint a kulturális minisztérium támogatásából történik. El kell, hogy mondjam, hogy a legmeghatóbb az adakozás. Nagyon jó érzés volt, hogy egyre nőtt a gyűjtésből származó összeg. Mert az emberek annyira szerették ezeket az épületeket, hogy hajlandóak anyagi áldozatot hozni a helyreállításukért. Mindig azt mondom, hatalmas köszönet illeti ezeket az adakozókat. A gyűjtés végéhez közeledünk, és eddig csaknem 11 millió cseh korona gyűlt össze.
Ez pedig a teljes, hatalmas építési beruházásnak több mint a 10%-a. Nem a múzeum égett le, hanem a Libushin. Ezzel kell foglalkoznunk, mert ez az elsődleges. De a múzeumnak is működnie kell. To období, kdy teda připravujeme a stavíme Libushin, tak se nám podařilo třeba udělat. Mióta a Libushint építjük, még két új állandó kiállítást is sikerült összehoznunk. Ebben a szezonban Vadonatúj az Úgy öltöz, amilyen a népviselet című állandó tárlatunk. Nyilvánvaló, hogy a viseletekről szól, és a mi gyűjteményünkben van belőlük vagy 20. Szóval, aki csak egy kicsit is érdekel a népviselet, biztosan számos ötlettel tudnivalóval gazdagodhat, ha megnézi a kiállítást. Tam najde prostě spoustu podnětů a spoustu informací. A megmentett épített örökség része a skanzen fölé magasodó Jurkovics kilátó is. A Libushint is újra régi pompájában újítják fel. Az ütemezés szerint az építkezést 2019 tavaszán legkésőbb júniusban be kell fejezni, ám előtte még pályázni kell a belső terek díszítésére is. Ez sajnos nem lehetett benne az eredeti megrendelésben. A vendéglátóegységet is be kell üzemelni. Reméljük, hogy még azon a nyáron arra is sor kerülhet. Úgy gondolom, hogy lesz egy rövid próbaidőszak, és 2019 őszén már nagyon szeretnénk a Libushint megnyitni a nagy közönség előtt. Olyan jó lenne, ha két év múlva már újra régi pompájában fogadhatna a látogatókat. Viszontlátásra a régi új Libushinben, amely úgy támad fel hamvaiból, akár a mesebeli főnix madár.